Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a tatabányai Agora mellett a SciTech Strongest Team versenysorozat utolsó, döntő előtti állomását. Az erős emberek ezúttal is ketten-ketten alkottak egy csapatot. A magyar A és B egység mellett hat országból érkeztek versenyzők. Egy nagy tapsodat kérjük a lengyel csapatnak! A favoritok ezúttal is a lengyelek voltak. Rafael Kobilárz és Mateusz Baron esélyeshez méltóan meg is nyerte a viadalt. Az öt feladatból álló verseny második helyért viszont hatalmas csata alakult ki. A német, a cseh, az ukrán, az osztrák és a magyar csapat között. Mint a Nagy Ákos meg tudta nyerni az utolsó számot, a felhúzást, Ozi Gáborral párban odaért a dobogó második fokára. Még szerintem van bennünk, és persze mindig lehet mit javítani, de ez a közönség, ez megérdemelte, és ez a helyszín ezt a teljesítményt. És pont azon gondolkodtam, hogy utoljára súlyemelésben 2000-ben nyertem az olimpiai évében magyar bajnokságot itt hazai közönség előtt, és ezek az érzések jöttek már belőlem. A sorozat döntét Madridban rendezik majd, többek között a magyar csapat részvételével.